Hát szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit újra a csatornámon. Elérkeztünk egy újabb körmös videóhoz, és ahogy látjátok, éppen mutogatom, hogy porcelánnal fogunk a mai napon dolgozni. Nem a saját porcelán, soha nem használtam még ezt a márkát, Barbie anyukája adta kölcsön, ugyanis nem jött meg időben a porcelánporom, és természetesen türelmetlen vagyok, úgyhogy nem bírtam várni tovább azzal, hogy új körmöket csináljak. Az előző videómat, hogyha nem láttátok, akkor meg fog jelenni a jobb felső sarokban, ott megmutattam, hogy hogyan teszem fel a sablonokat, viszont most nem szerettem volna ezzel időt tölteni. Ennél a körömnél is ugyanúgy, mint általában az összes többinél, a Brillbirdnek a prep előkészítő folyadékját használom. Ezután pedig egy savmentes primert viszek fel a körmeimre. És miután ezzel a lépéssel megvagyunk, végre porcelánba márthatom az ecsetemet. Elmondani nem tudom egyébként, hogy mennyivel jobban szeretek porcelánnal dolgozni, mint zselével, és mennyivel jobban bírják a körmeim, hogyha porcelánból készülnek. Tényleg fura a hangom, vagy csak én hallom úgy? Biztos észrevettétek már, hogy tesztelgetem az új kameraállásokat, és ha jól látom, akkor ebben a videóban végig csodálhatjátok a fantasztikus homlokomat és a gyönyörű orromat. Ezért elnézést kérek, de utólag már nem tudok rajta változtatni. És van egy olyan érzésem, hogy azt se látjátok rendesen, hogy és mint viszem fel a porcelánt a körmeimre, pláne, hogy átlátszó porcelánnal építek, de remélem azért lesznek olyan pillanatok, amiből el tudtok csípni ezt-azt. Mandula formánál szerettem volna maradni, úgyhogy nagyon igyekszem arra ügyelni, hogy a szabad széli rész majdhogy nem tökéletes legyen, és minél kevesebb reszeléssel meg tudjam úszni ezt a szettet. Általában körülbelül 3 kis porcelán gömbből szoktam megépíteni egy körmöt, és én úgy szoktam csinálni, hogy először a szabad széli részt építem ki, utána a köröm magasságát, és utána szoktam csak a körömágyi részt megcsinálni. Aztán, hogyha nem jön össze 3-ból, akkor addig pótlok, míg össze nem jön. Nagyjából össze szokott jönni. Erről a porcelán porról egyébként annyit, hogy sokkal gyorsabban kötött talán, mint a Brillbird, pedig ugyanazzal a likviddel használtam, és ez nagyon tetszett benne, viszont nagyon fura, mert picit buborékos az egész. A Brillbird nem szokott az lenni, és ugyanúgy vittem fel, mint ahogy a Brillbirdöt szoktam, de ettől függetlenül egyébként a végeredmény az nagyon tetszik, és mivel majd látni fogjátok, hogy húztam rá színt, így nem is látszik. Ehhez kapcsolódóan egyébként egy nagyon pici spoilert szeretnék nektek itt elejteni. Rendeltem új porcelánporokat, nagyon-nagyon sokfélét, és rengeteg műkörmös videót néztem mostanában, úgyhogy úgy gondolom, hogy egy kicsit több körmös tartalom lesz, mint amennyi szokott lenni.
Utólag aztán úgy ítéltem meg, hogy nem vagyok teljesen elégedett a céljével, és őszintén be kell valljam, hogy én egy kicsit szeretem a karvajosabb körmöket. Tudom, hogy ez ilyen nagyon 80-es évek divat, és hogy most az egyenes körmök a menők, de nekem ez még mindig nagyon bejön, úgyhogy néha elcsábulok, és olyat csinálok, úgyhogy most ezt láthatjátok. Hogyha valaki leírná nekem, hogy milyen hosszúra szeretitek ezeket a körmös videókat, és mennyire szeretnétek, hogy legyen benne gyorsítás, lassítás, eredeti tempóba szeretnétek inkább nézni, vagy nem tudom, azt nagyon megköszönném, mert én órákon keresztül el tudom nézni, ahogy körmöket csinálnak, viszont nem tudom, hogy ti hogy élveznétek a legjobban, úgyhogy egy kis segítséget várnék itt tőletek. És ahogy látjátok, miután megkötött teljesen a porcelán, leszedem a sablonokat, és csekkolom, hogy hogy néznek jelenleg a körmeim. Azt egyébként hozzátenném, amíg ez a folyamat zajlik, hogy amikor porcelánból van a körmöm, soha nem török le egyet se. A zselés körmeimből 3 darab maradt fent. Nem viccelek, 3 darab. Az nagyon kevés. Ezután elkezdtem formára reszetelni a körmeimet, és megint volt egy pillanatnyi elveszésem, hogy milyen mandulát is szeretnék. Úgyhogy igazából elkezdtem, és hagytam, hogy történjenek a dolgok egymás után. Egy picit talán szűkebbre csináltam, mint a múltkor, de viszont azt is megmondom, hogy mostanra meg is untam, úgyhogy nem sokára megint újra csinálom, és biztos, hogy nem mandulát fogok következőleg. Hogyha a reszeléssel kész vagyok, akkor egy bufferrel át szoktam menni a tetején, hogy minél simább legyen, és egyszerűbben tudjam felvinni a géllakot, ami jelen esetben, ha jól tudom, akkor egy Diamond Nails-es géllak, kiírom a képernyőre a számát, ez a kedvenc nude géllakom, 35-ös, látszik is a felvételen. Itt egyébként fogalmam nincs, hogy mi történt a felvétellel, de olyan sárga lett hirtelen, amit nem teljesen tudtam kijavítani, aliásítozik. És valamiért úgy gondoltam, hogy nem szeretném túlságosan erősre festeni, tehát szeretném, hogyha egy picit áttetsző lenne. Így csak egy rétegben vittem fel a géllakot, és valamiért, az Isten tudja, hogy miért, de az volt a fejemben, hogy nekem van egy pasztellila és egy pasztell narancssárga géllakom, amit ti is látni fogtok, hogy utólag kiderült, hogy picit pasztel, de inkább neon narancssárga. Viszont szerettem volna véghez vinni az elképzelést, de nem rajongok annyira. Igen, te se. Nem rajongok annyira az elkészült mintáért, de ez egyéni vélemény. És itt láthatjátok, hogy el is kezdtem megrajzolni. Egy hullámvonalat szerettem volna a körmömre, amit látjátok majd mindjárt, váltakozó színekkel, 3-4 sávban a színt. Nem rossz, de nem a kedvencem. Az pedig egyáltalán nem volt szempont, sőt, nem is akartam, hogy egyformák legyenek az ujjaim, olyan szempontból, hogy mindenhol ugyanonnan kezdődjön, és ugyanott végződjön ez a kis hullámvonal, úgyhogy az teljesen random. Itt gondolkozok rajta, hogy tetszik, vagy nem, tovább csináljam, vagy ne, mindegy, menjen. Körülbelül így történt.
És amikor az összes körmömön végeztem a kis hullámvonalak felfestésével, húztam egy géllakkot a körmömre, és képzeljétek el, valamiért nagyon gumis érzetet ad a körmömön, és amikor első nap mostam vele a hajam, konkrétan a körmöm felszíne húzta a hajam, ami azért nem mókás, úgyhogy vegyes érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Miután ez is megkötött teljesen, egy Douglasos körömágy ápoló krémmel kentem be a körömágyamat. Egy, nem találtam az olajamat. Kettő, ez a körömágy ápoló krém tényleg nagyon puhává teszi a körömágyamat, viszont egy kicsit vett el a fényéből a körömnek, nyilván átmenetileg, de értitek, és összességében így néz ki, ez lett a végeredmény. Kíváncsi vagyok, hogy nektek mi a véleményetek róla, egynek elmegy, nem sokára csinálom a következőt. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, hogyha nem, akkor diszlájkoljátok, tudjátok. Szabad világban élünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!